Márk, minek köszönhető, hogy az MTK-ban folytatod a pályafutásodat? Mindenképpen szerettem volna tovább lépni a karrieremben, és igazából a több játék lehetőség reményében is szerződtem ide. Mindenképpen vonzó volt az itteni játékos politika, hogy rengeteg fiatalnak adnak lehetőséget, és ugye a magyar játékosok is előtérben vannak, úgyhogy ez mindenképpen vonzó volt számomra. Milyennek találtad tavaly az MTK játékát? Néztem a meccseiket, és a játék is vonzó volt. Ők is azért inkább a kis passzos játékot favorizálják. Ugye az előző csapatomban nem pont ez volt a taktika, de ehhez is kell alkalmazkodni majd idén. Hogy alakult az első pár edzés? Milyen volt az első néhány benyomás, illetve ismertél valakit már a csapatból? A 21-es válogatottból a csapattársakat ugye ismertem, meg azért sok fiatal játékos van, akivel korábban már játszottam együtt utánpótlás csapatokban. Úgyhogy, de a beilleszkedéssel nem volt soha gondom, úgyhogy ez most sem lesz probléma. Az edzések meg egyelőre jó hangulatban telnek, úgyhogy remélem ez továbbra is így lesz. Milyen játékosnak mondanád magad, mire számíthatnak tőled a szurkolók? Hát azt gondolom, hogy ha egy játszós csapatban játszok, akkor mindenképpen jobban ki tudom venni a részemet a támadásból. Szeretném gólokkal és gólpasszokkal segíteni a csapatot minél többel. Úgyhogy igen, nagyjából ezek a fontosabb dolgok. Ha már említetted a gólt, ebben a stadionban már sikerült betalálnod éppen az MTK ellen, hogyan emlékszel vissza arra a találatra? Igen, ugye az a mérkőzés 1-1-jel végződött. Hát ugye a bal oldalon elment a csapattársam, és kaptam egy hosszú ívelést, és sikerült dropból ellőnöm, és szerencsére hát igen, a felsőben végződött, úgyhogy ezzel tudtunk egy pontot menteni, de jövőre most már ugye az MTK sikereiért kell gólokat szerezni. Mik a személyes célkitűzéseid a szezonra? Hát csapatként mindenképpen szeretnénk a felső házban végezni. Ugye nyilván nehéz ebben a 12 csapatos bajnokságban, de igyekezni kell gyűjtegetni a pontokat és győzelmeket, és akkor ott tudunk lenni az élmezőnyben. Én meg személy szerint nyilván szeretnék minél több gólt szerezni és gólpasszt adni.